itt vagyunk Bodrog keresztúron, és tele a parkoló. Nagyon sokan vannak, ma van a rabbinak a évfordulója a járcájtja Bodrog keresztúron. Ijár negyedike van, és ma van napközben a járcájt, esik az eső, több mint 70 ezer zarándok, és úton vagyunk. Mutatom, ott tudtunk leparkolni. Szóval nagyon érdekes. Az ember ilyenkor lejön imádkozni, kérünk egy picit, ez egy nagyon fontos nap. Voltam már itt többször, úgyhogy nem az évforduló van, sokkal könnyebb lejönni, de még ilyen nagy ilyen nagy tömeget még nem láttam, rengeteg autó, rengeteg busz, szlovák rendszámú autó, magyar, német, osztrák, különleges, szóval sétálunk a shuttle buszhoz. Mindenki van írva, én is ül. Le lehet önteni a kezet, WC, minden. Itt vagyunk. Megjöttünk. Itt már jidisül beszél a hangos bemondó. Nekünk a férfi bejárat. Gyere! Itt jidisül beszélnek, nem sokat lehet belőle érteni, és én nem pár dolgot megértek. Most itt... Na mindegy, szóval megyünk felfelé. Komoly. Itt vagyunk, kaja, pia, minden finomság, itt veszünk műanyag tányért, itt étkezünk. Ingyen van az étkezés, kérem szépen, nem semmi. Ezt tesszük, van kugli, rántott hús, uborka, töltött paprika, kugli, csomó minden finomság. És jönnek az emberek, és étkeznek, van sólet, van hal, van amit az ember csak szeretne, nagyon különleges. Ott fog ülni a rabbi, amikor jön. Itt terítik az asztalt, és itt ettünk. Sólet, töltött paprika. Itt vannak a ima kezdetek, mikor imádkoznak. No, kijutottunk. Itt lehet gyertyát gyűjteni. Mindenki emlékére.
itt vagyunk a sírhoz közel, itt van bent a... Nem lehet bemenni, annyian vannak, bár én egy pillanatra be tudtam menni, de fényképezőgépet képtelenség volt elővenni. Itt egy sír, sírhely, ott vannak fent a kóhénok, ott imádkoznak, mert ők nem mehetnek oda a sírhoz, és végül is oda mentem én is imádkozni, fentről, mert egyszer csak ott volt hely, és akkor onnan lehetett rálátni a síra. És itt folyamatosan jönnek a zarándokok, imádkoznak, fiúk, lányok külön, elképesztő mennyiségű ember. Nagyon egy olyan hely, ahol egyszer mindenkinek szerintem el kell jönnie, mert nagyon különleges élmény. És itt azt kívánom, minden ima egyszer váljon valóra. Aki idejön imádkozni a Rebihez, nagyon sok minden csoda történt itt régen is, és a jövőben is, azt mondják.